Jó estét kívánok! Kezdődik a promenád, és itt van velem a stúdióban Szórád Csaba, Jimmy, a Kowalski meg a Vega gitárosa. Üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm. Majdnem azt mondom, hogy mi köszönjük, de csak egyedül jöttem. Szokás szerint egyébként ugye Kovával együtt szoktunk jönni. Hát köszönjük, hogy itt lehetünk, aztán meglátjuk, hogy mi kerekedik ebből a beszélgetésből. Reméljük, hogy minden jó. Biztos. De, hogyha már így kezdtük, akkor kezdjük egy kicsit a nem annyira jó részé, hogy az elmúlt két év azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni, és senkinek nem kell hangsúlyozni, hogy az együtteseket, a zenekarokat, így titeket is nagyon-nagyon megviselt. Ugye, hogyha jól tudom, akkor 2021-ben összesen 50 koncertet tudtatok adni. Hogy éltétek meg a világjárvány miatti bezártságot gyakorlatilag? Mennyire volt megterhelő számotokra, mennyire viselte meg a zenekar tagjait? Hát nem csak a... Először kezdeném azzal, hogy nyilván nem volt klassz ez a elmúlt két év, de azért nem csak a zenészeket, hanem rengeteg szakmát megviselt ez azért, amiről lehet, hogy kevesebb szó esik. Illetve nem csak a zenészekről van a hangsúly, hanem a körülöttünk lévő stábtagokról, tehát hangosítókat, fényeseket, technikai személyzetet. Talán őket még jobban megviselte, mint minket. Úgy voltunk vele mindig, hogy majd mindjárt indulunk már. Tehát, hogy nekünk abban szerencsénk volt, hogy mi 2020. februárjában egy teltházas Budapest arénát meg tudtunk valósítani. Aztán még Felvidékre kiszaladtunk egy csarnokos teltházas bulit, és ez így eléggé feltöltötte a zenekart. És ugye márciusban mondták, hogy akkor leállás következik, de azzal meg úgy voltunk, hogy hát nem gond ez, mert nyáron úgyis újra fogják engedni. Hát senki nem gondolta azt, hogy ez a járvány ennyire el fog húzódni. És akkor igazából így annyi történt velünk, hogy nyilván nem volt jó, de gyorsan átprogramoztuk a 2020-as évet. Mi októberbe akartunk volna elmenni stúdióba, megcsinálni azt a bizonyos Essencia nagylemezt. Ezt elkezdtük rögtön márciusba. Szabad volt a stúdió, akiknél dolgozunk, és mi a munkába temetkeztünk. Tehát, hogy mindaddig, amíg nem koncerteztünk, iszonyat sokat stúdióztunk, és ami 2021-re lett volna kihozva egy nagy koncerttel, ez a bizonyos Essencia lemez, ami Kovának egy 30 éves munkásságát takart, illetve a zenekarnak egy olyan válogatás albumát új dalokkal egybe kötve, ami 50 dal volt, 50 dal kapott helyet. Ezért viszont rengeteget kellett dolgozni, és úgy döntöttünk, akkor Kova születésnapjára fogjuk ezt a lemezt kihozni. Tehát effektív a 2020-as évet mondjuk úgy, hogy ezzel átvészeltük, két vagy három videóklipet leforgattuk, életemben nem gondoltam volna, hogy majd egy klipforgatásnak ennyire fogok örülni, de már ez is jó volt. Mert az az igazság, hogy a stúdiózás se úgy kell elkezdeni, hogy a zenekar mindenki ott van, tehát volt olyan ember, akivel alig találkoztam abban az évben. Tehát viszonylag keveset. Ahhoz képest, ami mondjuk az előtti 18 évben, ahogy mi működtünk tulajdonképpen. Úgyhogy nem volt egyszerű, de legalább ez egy pozitív dolog volt, hogy jó volt a fogadtatása a lemeznek, abban az évben a legtöbb lemezt mi adtuk el. Úgyhogy ez egy klassz dolog volt. Inkább a 2021-es év volt már sokkal nehezebb, hogy már nem tudtunk mit kitalálni, hogy mit csináljunk, már tényleg koncertezni kellett volna. És akkor hát várakozó állásponton voltunk nyilván, mondták, hogy már mindjárt, és akkor mi tavaly májusban tudtunk elkezdeni koncertezni. Úgyhogy mondhatom azt, hogy két év alatt egy negyed évet prezentált a zenekar, vagy egy bő fél évet, de egy két teljes év, arról nem beszélhetünk semmiféleképpen. Ugye mondod, hogy, és hát a szavaidból nyilván kihallatszódik, hogy az elmúlt két év sem telt tétlenül, tehát azért bőven volt teendőtök, és hát új dalok, új klippek születtek, és itt, ami most egyébként itt mögöttünk a média, vagy a monitor falon is fut, ez is egy új, a legújabb dalotok és a legújabb klippetek. Ugye a dal címe Eltéphetetlen, és ennek a részleteit láthatják most is a nézők, illetve már YouTube-on is megtekinthető és elérhető. Egy picit a forgatásnak a részleteibe, hogyha beavatsz minket. Abszolút be fognak avatni, és ez egy gyors lesz. Csak én nem voltam ott a forgatáson. Ugyanis én betegség miatt pont kórházi kezelés alatt voltam. Nekem elment az egyik fülemnek a hallása, tehát hogy teljesen lenullázódott, és ez egy ilyen klassz kéthetes kúrával, sztoroid kúrával tudták helyrehozni.
Na mindegy, de viszont az volt az érdekessége a klipnek, úgyhogy a jó részéről beszéljünk, hogy ez volt a második vagy harmadik videóklipünk, de inkább a második, ahova a közönséget is bevontuk. És ez nagyon szereti a mi közönségünk, hozzáteszem, jó hangulata szokott lenni az ilyen találkozásoknak, úgyhogy nyilván rengetegen jelentkeznek, ebből le kellett nyilván a nagy részét rostálnunk, mert azért amilyen jelentkeztek, ennyien nem tudtak eljönni a videóklip forgatásra. Úgyhogy ahogy elmesélték nekem, egy nagyon klassz hangulatú videóklip forgatás volt, meg ilyen képi világot szerintem még a Kowalski meg a Vega nem nagyon tett le az asztalra. Ezek ilyen, ahogy megnézted a videóklipet, vagy aki már látta a videóklipet, nem a legvidámabb videóklipjeink közé tartoznak, de azt gondolom, hogy az elmúlt két év nem is adott okot a vidámkodásra, bár hozzátenném, innen nézve már, főleg, hogy most ez az év már elindult, már másképp látja az ember. Akkor nem volt jó ezt megélni, de ha csak abból kiindulok, hogy a zenekarnak mondjuk 2019-ben ami probléma volt, az már 2021-22-ben nem probléma. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy az elmúlt időszak is inspirálta a dalnak, a klipnek a megszületését? Abszolút, és azt gondolom, hogy sokkal nagyobb súlya lett minden egyes koncertnek. Tehát kis túlzással úgy megy fel az ember a színpadra, de szerintem ezt a szakmára is mondhatom, vagy a színházak világára, hogy nem tudhatod, hogy legközelebb mikor fog színpadra állni. Tehát az a fajta nyugalom, vagy az a fajta hátradőlök, jól van ez így, az már szerintem nincs. Ettől viszont az következik, hogy nem 100%-ot, hanem 200%-ot ad bele az ember, mint ha élete utolsó koncertje lenne. Ez nyilván tudat alatt dolgozik az emberbe, de szerintem fölrázta ezt a szakmát, és például a mi zenekarunknak is nagyon jót tett. Hogy egy picit pozitívabb irányba tereljük a beszélgetést, ugye most az apropó, ami miatt itt vagy nálunk a stúdióban, az is az, hogy talán, bár ne kiabáljuk el, talán úgy tűnik, hogy a világjárvány egy picit enged a szorításból, és elindulhatnak a fesztiválok, a turnék, ez a ti esetetekben is így van, és Miskolcra is érkeztek majd hamarosan. Igen, abszolút. Hát szerintem csak enged majd ez a járvány, de azt gondolom, hogy ezzel majd meg kell tanulni együtt élni, és nem gondolom, hogy nem szeretnék elkezdeni megmondó ember lenni, de nem feltétlenül az lesz a megoldás, hogy bezárunk mindenkit, mert valamilyen úton, módon szerintem ez egy sima megfázás lesz idővel, tehát most is, eddig is voltak, pláne nem akarok belemenni most itt járványelemzésebe, mert nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy ez teljesen nem fog eltűnni. Majd az emberiség szerintem ezzel együtt tud élni, ez egy nagy pofon volt nyilván mindenkinek, az nagyon szomorú, hogy rengeteg ember nyilván ebbe belehalt, ez egy nagyon szomorú tény, de azt gondolom, hogy a következő időszakra majd jobban fel fognak erre az orvosok készülni, és azt gondolom, hogy ha ezt egy injekcióval el lehet intézni, akkor ez ilyen komolyabb probléma nem lesz. Úgyhogy nem tűnt ez el szerintem, de az biztos, hogy el tudott kezdeni ez a szakma is dolgozni, és azt gondolom, hogy most már nem lesz ennek semmilyen akadálya. Abban meg maximálisan biztos vagyok, hogy legalábbis szeretném azt hinni, szeretnénk azt hinni a zenekarra, hogy ez az év majd végre 100%-osan végiggurul. Úgyhogy mi egy klubturnéval kezdtük el ezt az évet. Jövőre 20 éves a zenekar, és tulajdonképpen ebben a 19. évben mi lemodellezzük, hogy a zenekar honnan, hová tudott eljutni a közönségével, köztük a miskolci közönségünkkel is, akinek szintén nagyon hálásak vagyunk, mert ahhoz, hogy mi 2018-ban az arénáig eljussunk, abban nyilván 15 év munkája volt, de az, hogy ezt a szintet fent tudjuk tartani, arra nagyon nagy szükség volt minden egyes rajongunkra, és ezt egy közös ünnepnek fogjuk föl, úgyhogy egy klubturnéval térünk ide vissza Miskolcra hozzátok, amit meg azért imádunk, mert 7 vagy 6 éve nem kluboztunk már, és teljesen más energiák vannak. Úgyhogy már elkezdődött a turné, nagyon élvezzük, hát az is lehet, hogy mi jobban élvezzük, mint a közönség. Én látom a srácokon, hogy egy sokkal lelkesebb színpadi munka van, nem mint hogyha eddig ezzel bármi probléma lett volna, de tényleg kicsit az van, mint hogyha visszafiatalodtunk volna pár évet. Felértékelődött a színpadra lépésnek nagyon, a jelentősége. Nagyon, nagyon. Úgyhogy tényleg teljesen mindegy már, hogy most arénába játszik az ember, vagy klubszínpadra kell, hogy fölpakolja a cuccát. Nyilván nem olyan látvánnyal tudunk jönni, de szerintem itt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a dalok, és szerintem most kicsit ennek van itt az ideje. Miskolcra április 16-án fogtok érkezni, hogy a nézőket is tájékoztassuk erről, és mik lesznek még az úti célok, tehát merre fogtok turnézni?
Fú, hát végül is majdnem minden megyeszékhelyen megjelenünk, tehát hogy, de ez a klubkoncert, ez nekünk május 14-ig tart, akkor Budapestre egy nagyszabású koncerttel térünk vissza a nagy színpadokra, fogalmazzunk így. Úgyhogy ez május elejéig tart ez a klubturné. Hát itt még azért hátra van rengeteg, tehát Kiskunfélegyháza, meg volt már rengeteg több koncert is, például Békés Csabán, Debrecenbe is menni fogunk. Fejben most így nem tudom, meg kicsit kavarok, Szombathely, Sopron már megvolt. Tehát így az egész országot úgy keresztül lőttük, hogy bárki 80 kilométeres körzeten belül el tudja jönni egy ilyen klubkoncertre. Utána bízunk benne, hogy nem bízunk benne, mert már láttam a naptárat, hál' Istennek rengeteg megkeresés érkezik hozzánk, úgyhogy rengeteg koncertünk lesz. Idén megközelítőleg ilyen 90-100 koncertre készülünk, és hát nagyon bízunk benne tényleg, hogy év végén még Miskolcra vissza tudunk jönni egy nagy csarnokos koncertre, mert a terv az, hogy a november-decemberi hónapot sportcsarnokos turnéval zárjuk majd. Utána pihenő, egy hónap, és 23. februárban pedig az aréna. Ugye, ahogy említetted az előzőekben, hogy jövőre gyakorlatilag 20 éves az együttes, és amiket említettél, azon túl egyébként erre a kerek évfordulóra, mivel, mikkel készül, tök természetesen csak ami publikus. Azt gondolom, hogy egyszer 20 éves a zenekar, most ezzel sok újat nem árultam el, talán annyiban lesz más, hogy azt gondolom, hogy tervek még, tehát nincsenek még kidolgozva, de egy átlagtól hosszabb műsorral készülünk. Az arénában egyébként is egy bő két és fél órás koncertet szoktunk adni. Most ez azért lesz biztosan ennyi, mert azért erről a 20 évről, ha csak minden egyes lemezről két dalt veszünk elő, akkor már lényegében ott is vagyunk, ahol a part szakad, úgyhogy eleve nem lesz egyszerű összeválogatni azokat a dalokat. Én megmondom őszintén, ilyenkor szoktak olyan dolgok lenni, hogy rengeteg vendéget hív az ember, de talán ez a 20 év most szóljon a zenekarról, úgyhogy csak Kovalszky meg a Vegadalok lesznek, de abból jó sok egy rakattal. A látványtervet még nem láttuk, de a háttérben a srácok már elkezdtek ezen is dolgozni. Igazából azért még ez a májusi budapesti koncert is egy ilyen gigaszabású buli lesz, mert ott is több mint 11 ezer emberre számítunk, úgyhogy azon legyünk túl, utána majd elkezdünk a februári arénán is gondolkodni. Ugye azt nyilván egyértelmű, hogy ez a 20 év ez nektek hatalmas ünnep, de hát hatalmas ünnep a rajongóitoknak is, hiszen veletek vannak nagyon régóta, és ahogy olvastam egy cikket is, ugye itt már lassan azt lehet mondani, hogy generációkról is szó van, akik a rajongó táborotokat erősítik. Őket ilyen apróbb meglepetésekkel, ugye most mielőtt elkezdtek forogni a kamerák is, csináltál egy ilyen picike bejelentkezést, és mondtad, hogy mindenhol így próbálod tájékoztatni a rajongóitokat, hogy ne csak arról kapjanak információt és videókat, hogy éppen hol koncerteztek, hanem egy picit jobban beengeditek a mindennapjaitokba őket. Én azt gondolom, egyébként mi nem is vagyunk az elbújó zenekar, tehát hogy mi ilyen napi szinten tartja a kapcsolatot a közönséggel, amit szerintem nagyon jól is csinál. Talán amit mostanában hiányolhattak tőlünk, a közönség találkozó. Nyilván ez az elmúlt két évnek a hozadéka. Sokkal kevésbé teremtenek az emberek úgy kapcsolatot. Nyilván most, hogy ez már úgy néz ki, hogy véget ért, és koncertre is tudnak jönni. Én azt gondolom, hogy ha nem is azon a napon, amikor koncertezünk, mert olyan sokan szoktak jönni, akár egy dedikálásra, vagy bármire, biztos, hogy fogunk most közönség találkozót tartani. Az előző lemeznél nem tudtuk ezt megoldani, ez az Essencia című nagy lemezni, amiről előbb beszéltünk, de mivel csak 20 éves lesz a zenekar, egy vadonatúj lemezzel készülünk, úgyhogy ez az év rengeteg koncertről fog szólni, és rengeteg munkáról a stúdióban, de hát ezt vártuk, úgyhogy ki vagyunk már pihenve piszkosul, ha az elmúlt két évet nézzük. És szerintem ez majd megint egy olyan lemez megjelenés lesz, ahol tudunk majd a közönséggel találkozni, és ez egy ilyen hosszadalmas, a fotózkodós, dedikálós nap legyen. Legalábbis bízunk benne, hogy így lesz. Nagyon sokan kérdezték, hogy lehetne, hogy nem csak Pesten, az is elképzelhető, hogy lesz egy Pesten, lesz Kelet-Magyarországon, meg lesz egy Nyugat-Magyarországon, hogy mindenki könnyebben tudjon velünk találkozni. Szerintem ezt most már idén meg tudjuk majd oldani. Legalábbis hát én bízom benne.
Zárásként egy picit Miskolchoz, vagy Miskolcra térjünk vissza. Ugye áprilisban érkeztek, és ahogy az előbb említetted, bíztok benne, hogy még az év végén visszatérhettek. Mennyire szerettek idejönni, mennyire szeretitek a miskolci közönséget, a miskolci rajongóitokat? Most mondhatnám azt, hogy őket szeretjük a legjobban, de nyilván akárhova megyünk játszani, tényleg az van, hogy vannak olyan helyek, ahol, amire azt mondjuk, hogy hazai pálya. Nálunk Debrecen, Budapest, ez a kettő legkardinálisabb területe az országnak, viszont mindig szeretünk teljesen új helyekre is menni. Na most Miskolcot tekintve mondhatnám szinte hazai pályának, mert volt egy időszak, amikor rengeteget jártunk ide. Volt még a megboldogult Vian Klub, az már nincs, úgyhogy bemondhatom. Oda talán szerintem 3 vagy 4 havonta jöttünk koncertezni annak idején, és emlékszem, ha már 250 fizető volt, akkor teljesen oda voltunk, meg vissza, ilyen hering-szindróma volt. Én imádtam például azt a helyet. Ehhez képest volt olyan időszak, amikor mondjuk 1 vagy 1,5 vagy 2 év kimaradt. Most Miskolcon is, most, hogy idefelé jöttem, gondolkoztam, azt hiszem, hogy ott a, nem tudom milyen neve, ott a Vitézek tere, vagy nem ez a neve, a Diósgyőr, a Várlábánál, vagy mi annak a neve, annak a térnek, ahol koncerteket lehet szervezni. Lovagi Torvák tere, igen. Bocsánat, Lovagi Tornák tere. Talán ott koncerteztünk utoljára, az meg egy elég emlékezetes koncert volt, mert akkor baleseteztünk tulajdonképpen, úgyhogy, de az például egy annyira energiadús koncert volt, hogy túlélte mindenki, semmi baj nem történt, tehát tényleg ilyen pitjáner 20-30 ezer forintos kárral megúsztuk már, mint a cuccot tekintve. Úgyhogy már épp ideje egyébként, hogy itt megint eljöjjünk hozzátok játszani. És még egyszer mondom, én nekem az elmúlt 20 évben az egyik kedvenc koncerthelyszínek közé tartozik. Úgyhogy imádunk idejönni. Várunk titeket szeretettel vissza áprilisba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.